Vádat emelt Gyárfás Tamás ellen a fővárosi főügyészség. A NAP TV egykori tulajdonosát, az Úszó Szövetség korábbi elnökét felbújtóként elkövetett emberöléssel vádolják Fenyő János médiavállalkozó 1998-as meggyilkolása ügyében. Gyárfás Tamás kezdettől fogva tagadja, hogy köze lenne Fenyő János meggyilkolásához. Gyárfás Tamás szabadlábon várja a tárgyalást. Alig tudott bemenni a saját meghallgatására Gyárfás Tamás 2018 áprilisában, akkora volt a sajtóérdeklődés a Fenyőügy fejleményei iránt a főutcai bíróságon. Az egykori médiavállalkozót előző nap felbújtóként elkövetett emberöléssel gyanúsította meg a Nemzeti Nyomozó Iroda. Gyárfás Tamás részletes vallomást tett a nyomozási bíró előtt. Beszélt a NAP TV indulásának körülményeiről, a Fenyő Jánossal folytatott konkurenciaharcáról, illetve kettejük személyes kapcsolatáról. Azt azonban tagadta, hogy megbízást adott volna riválisa meggyilkolására. Ezt a sajtó képviselői előtt is megismételte. Semmi közöm a fegyőrhely, tehát úgy látom magam, hogy áldozata vagyok ennek a körülségnek, és soha ez a gondolatosan merül fel bennem, hogy nem pedig ilyen, hogy bárki olyan erőszakosan lépjek fel, vagy bárkit erre késztessek. Gyárfás Tamás szabadon távozhatott a bíróságról, miután 200 millió forint óvadék ellenében a legenyhébb kényszerintézkedést, lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el vele szemben. Mivel mindvégig betartotta a számára előírt magatartási szabályokat, nemrég ezt is megszüntették, és az óvadékot is visszakapta. Az ügyészség azonban most vádat emelt ellene. A vádirat szerint a vádlott 1997-ben korábbi üzleti vitáik és a köztük dúló hatalmi harc miatt elhatározta, hogy megöleti Fenyő Jánost, majd ezzel társát meg is bízta. Az ügyben emiatt a fővárosi főügyészség ellene előre kitervelten felbújtóként elkövetett emberölés büntette miatt emelt vádat. A vádirat szerint Gyárfás Tamás azért, hogy megszabaduljon vetétársától, 1997. szeptemberében megbízta az éjszakai életből ismert vállalkozót, Tasnádi Pétert, hogy ölje meg Fenyő Jánost. Tasnádi a megbízást 12 millió forintért elvállalta, és 6 millió forint előleget át is vett. Mivel a megbízást nem teljesítette, a vádirat szerint Gyárfás Tamás az alvilági kapcsolatairól ismert Portik Tamásnál rendelte meg Fenyő János kivégzését. Portik az ügyészség szerint az általa jól ismert szlovák bérgyilkost, József Rohácsot bízta meg a merénylet végrehajtásával. A szlovák férfi 1998. februárjában a második kerületi Margit utcában egy géppisztoly sorozattal megölte az autójával a piros lámpánál várakozó Fenyő Jánost. Gyárfás Tamás, akit gyakorlatilag a felbújtó felbújtásával vádolnak, továbbra is tagadja, hogy köze lenne a merénylethez. A volt úszószövetségi elnök szabadlábon várja a tárgyalást.